A Pesti úton ismeretlen elkövetők az elmúlt hetekben több tájékozódás segítő táblát is megrongáltak, letörtek, illetve összefirkáltak. Az ügy részleteit dr. Füzesi Péter alpolgármester ismertette, aki arra kérte a kerület polgárait, hogy amennyiben ehhez hasonló szándékos károkozás jeleit tapasztalják Rákos mentén, azonnal jelentsék azt a rendőrségnek. Dr. Füzesi Péter alpolgármester éppen a Pesti úton található köztéri táblák egyikét mutatja, amelyet a korábbiak során rongáltak meg ismeretlen tettesek. Az elmúlt hetekben több ehhez hasonló eset is történt, pedig amint a városvezető utalt rá, ezek a jelzések a polgárok könnyebb tájékozódása érdekében kerültek kihelyezésre, ezért is sajnálatos, ami történt. Sajnos arra lettünk figyelmes az előző időszakban, hogy nagyon sok táblát megrongáltak, például itt látható a kezemben is egy tábla, amit letörtek, de nagyon sok táblát részben törtek le, vagy összefirkáltak. Ez egy nagyon sajnálatos dolog, hiszen a lakosságnak az érdeke azok, hogy ezek a táblák mutassák, hogy mi merre található, és nem tudom, milyen indítatásból vannak olyanok, akik ezt próbálják tönkretenni. Ezért kértük a közterületfelügyeletet is, illetve a rendőrséget is, hogy még aktívabban ellenőrizzék ezeket a helyeket, hogy ne történhessen meg ilyesmi. A büntető törvénykönyvben foglaltak szerint idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával való károkozás esetén a büntetés mértéke akár egy évig terjedő szabadságvesztés is lehet. Az alpolgármester hozzátette, amennyiben bárki hasonló esetet lát vagy tapasztal, azt azonnal jelentse a rendőrségnek, hogy minél hamarabb tetten lehessen érni az elkövetőket. Az összefirkált táblák javítására már sor került. Hamarosan valamennyi tönkretett jelzőfelületet visszaállítanak az eredeti állapotába az adott helyszínen.